Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Jelenlegi világgal mennyire vagytok elégedettek? Nézzük meg akkor, hogy mit is csinálunk, de mielőtt ugye megnézném, mondom, hogy képzéseket folytatunk abból a célból, hogy az emberek képesek legyenek az élethelyzeteiket helyesen megoldani, helyesen kezelni, problémákat megelőzni, illetve megoldani. Sőt, arra is fontos lenne, hogy a célokat képesek legyenek az emberek megvalósítani. És milyen, mi miatt kellene ezeket jól megoldani? Hát mert vannak bizonyos képességeim, például olyan képességem, hogy volt egy látomásom annak idején, hogy megbíztak azzal, hogy tanítsam az embereket olyan témában, amivel boldogulni tudnak az életben, tehát az életük minden területén, azért, hogy fejlődhessenek. Ugyanis, ha az emberek problémákkal rendelkeznek, akkor azzal az a gond, hogyha egy ember, most egy adott ember, és bármilyen emberről van szó, gondokkal, problémákkal küzd, akkor igazából nem képes arra, hogy tanuljon. Na most, ha visszaemlékeztek a múltra, és olyan szinten emlékeztek a múltra, hogy esetleg általános iskolás korotokra, akkor az általános iskolában mondjuk bizonyára észrevesztétek, bár lehet, hogy nem figyelted meg, de ha most gondolkodsz rajta, azok voltak a rossz tanulók, akiknél otthon családi zűrök voltak. Mindig azok voltak a rossz tanulók, akik meg otthon családi zűrök voltak. Akinél kiegyensúlyozott kapcsolatok voltak, mármint a szülőknél voltak kiegyensúlyozott kapcsolatok, ott a gyerek képes volt arra, hogy jól tanuljon. Tehát ami azt jelenti, hogy a jól tanulás az annyit jelent, hogy az ember képes megérteni, és utána használni azt, amit tanult. Na most a legtöbb ember, aki problémákkal küzd, azért nem tud tanulni, és ezáltal fejlődni, mert a gondolatai a problémáim vannak, a problémák pedig mindig a múltban vannak,
Tehát megjelenik egy probléma, majd mit tudom én, pár óra, pár nap vagy pár hét múlva az a probléma már múlt idő, de az ember mégis a figyelmét nem a jelenre fordítja, hanem a múltra. Ezáltal az adott illetőnek sokkal kisebb a figyelme a jelenre, és ha éppen az egy tanulás a jelenben, akkor nem a jelenre figyel, hanem a múltra. Na most mondok példát, további példákat is. Nyilván az is számít egy gyerek képességénél, hogy az édesanyja mennyit fordított, mennyi figyelmet fordította saját gyerekére, mennyit foglalkozott vele, mennyit beszélt hozzá. És ha egy anya tele van problémával, akkor megint csak ugyanez a probléma, hogy nem tud figyelmet fordítani a jelenre. Pedig a gyerek az a jelenben van, az nem a múltban van, az a jelenben van, és a gyerekkel jelenbe kell foglalkozni. De egy anyának a gondolatai, a problémáim vannak, tehát a múlton vannak, akkor nem tud olyan figyelmet fordítani a gyerekre. Most egy gyerekre nem fordítottak elég figyelmet, mert problémák voltak a családban, akkor a gyerek már hiányos fejlesztést kapott, szülői fejlesztést. Ami azt jelenti, hogy nem kommunikáltak vele eleget, nem figyeltek arra, hogy a gyereknek vannak-e meg nem értései, és azokat a meg nem értéseit nem magyarázták el, mert a szülőnek a figyelme, és elsősorban anya, az a múlton volt. Ezáltal keletkezett egy gyereknek már pici kortól egy csomó meg nem értése. Ráadásul ugye, ha megnézed, a tudatlanság révén a párkapcsolatok úgy működnek, hogy nem javulnak, hanem romlanak. Tehát ami azt jelenti, hogy telnek az évek, és nem javulnak a párkapcsolatok tudás nélkül, hanem romlanak. Tehát hogyha már mondjuk másfél éves, a gyerek másfél éves korában már gondok, problémák voltak, akár párkapcsolati problémák is beleértve, akkor gondold végig, hogy mondjuk 5 évvel később, mondjuk mikor a gyerek elmegy iskolába, és ott tényleg kell tanulni, akkor már valószínűleg még több probléma van, még több családi probléma van, akár párkapcsolati probléma. Ezáltal ugye a gyerek még több problémát lát, még zaklatottabb, még inkább a gondolata a múltban van, és úgy tanul. Tehát amikor valakinek van tudása az élet és az ember működéséről, mert egy képzett coach mondjuk, a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, akkor pontosan tudja, hogy mi az élet folyamat, és ha például egy gyereknek tanulási nehézségei vannak, akkor az pontosan, mondom, pontosan tudható, hogy nem csak a jelenben lehetnek ott családi háttérproblémák, mert egy gyereknek nincs problémája. Egy gyereknek a szülők a probléma. És a szülők okozzák a problémát. Tehát egy gyerek nem tud magának problémát okozni, mert ő gyerek. Főleg egy 7 éves kor alatti gyerek semmilyen problémát nem tud magának okozni. Minden probléma visszavezethető a szüleire. És ha az a gyerek tanulási nehézséggel küzdött
gyerekkorban, azt tuti, hogy a szülők nem ideális párkapcsolatban voltak. Az volt biztos. Na most ennek következtében ugye végig mondjuk tanulási nehézségei voltak a gyereknek, és akkor a mai világban simán ráfogják a tanulási nehézségekre, egy gyerek tanulási nehézségére, hogy diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, és akkor elviszik ilyen tehát először is megkülönböztetik a többitől, ami egy újabb trauma, mert a gyerek az ilyenfajta megkülönböztetést tuti, hogy nem pozitívan éli meg, mert tuti, hogy nem azt mondják neki, hogy jaj de jó édes gyerekem, hogy te, neked ilyen diszlexiád van, vagy diszgráfiád, vagy diszkalkuliád, érted? Biztos, hogy nem ezt mondják, hanem esetleg elkezdik sajnálni, netántán lesajnálni, ami azt jelenti, hogy olyan törések keletkeznek a gyerek életében, hogy biztos, hogy végig-végig tanulási nehézségei lesznek, ha csak nem kezd el egy olyan helyen tanulni, mint például nálunk, majd felnőttként, vagy akár már gyerekként ugye a szüleivel, hogy megértik a tanulási nehézségeknek a működését, és nem válik belőle egy olyan felnőtt, aki akarna tanulni, csak nem tud. És még egyszer mondom, egy ember két okból nem tud tanulni, de az igazából egy ok. Az az egy ok az, hogy nem a jelenben van a figyelme. Tehát nem tud a jelenben lenni a figyelme. De a két ok az mégiscsak, hogy azért nem tudod a figyelni, mert egyszerűen meg nem értései vannak, tele van az élete meg nem értéssel, és ez elsősorban szavak meg nem értése. A második dolog pedig az, hogy a jelenben van egy olyan problémája, amely a figyelmét elviszi. És én most kérdezem tőletek, hogy mivel én azt látom, hogy az emberek zöme ilyen problémákkal küzd, a kettőből egyikkel, vagy akár mind a kettővel. Tehát még egyszer, ugye mi ez a két probléma? Hogy van egy jelenbéli probléma, és az odaragasztja a figyelmet. És ezért valaki tanul, és a jelenben nem jegyez meg semmit. A másik pedig, hogy végig kíséri egy tanulási nehézség az életét, telisteli meg nem értésekkel, telisteli meg nem értett szavakkal, és ezáltal az illető a jelenben hiába akar tanulni, a meg nem értett szavai miatt nem tud. A meg nem értései miatt nem tud. Na most kérdezem én, hogy hogy oldjátok ezt meg az életetekben? De miért kellene megoldani? Miért kellene megoldani? Nézzük meg. Pillanat. Látszik, látszik. Tehát azért kellene megoldani, vagy maradjunk ennél itt, mindjárt visszamegyek, mert nincs más
lehetőséged. Ha te azt gondolod, mondtam, hogy jól, mondtam a telefont, mondtam. Jó. Tehát nincs más lehetőséged, mint hogy bekerülj az aranykorba. Függetlenül attól, hogy itt tanulsz, vagy nem itt tanulsz, vagy hol élsz a Földön, bárhol élsz, be kellene kerülnöd az aranykorba. De az aranykorba csak bizonyos emberek fognak bekerülni. És az aranykornak 2035-re bolygó szinten be kellene következnie már. Ami azt jelenti, hogy nem egyszerre fog bekövetkezni természetesen, hanem 2026-tól fokozatosan. És az azt jelenti, hogy 2035-re viszont mindenütt aranykornak kellene lenni a bolygó. És azok, akik nem juthatnak be az aranykorba, miért nem juthatnak be? Nézzük meg. Mert végig kellene élni egy lelki fejlődést. A lelki fejlődés azt jelenti, hogy a szellemi fejlődés révén, ezt is mutatom, visszamegyünk, itt a szellemi fejlődés, tehát a szellemi fejlődés megoldja azt, tehát a tudás megoldja azt, hogy ezeken az életterületeken boldogulj. Ha bármely terület hiányzik az életedben, akkor is boldogulnod kell úgy, hogy tanítod másoknak. Pedig azt gondolnád, hogy nem kéne tanítani, mert neked nincs jelen az életedbe. És akkor mi van? Nincs jelen, ezért kellene tanítani másoknak. Ha jelen van az életedben, akkor meg miért ne taníthatnád, ha már azt az dolgot jól csinálod. Szóval itt van 10 terület, ennek a megoldása egy szellemi fejlődést előzményt, tehát szellemi fejlődés következtében jön létre. Tehát ha szellemileg fejlődsz, akkor ezeket megoldod. És azért kell megoldani az életben ezeket, amit az imént elmondtam. Ugyanis ha problémáid vannak, nem tudsz tanulni. Miért? Mert a figyelmedet nem tudod oda koncentrálni a tanulásra. És mit csinálsz még? Ha problémáid vannak, hibázol. Tehát nem elég, hogy nem tudsz tanulni, hanem egyéb esetekben sem tudsz odafigyelni, amikor figyelni, oda kellene figyelni a jelen dolgaira, és ezért hibázol. És a hibázás következtében lesz az embernek mondjuk balesete, a hibázás következtében lesz mondjuk családi problémája, a hibázás következtében lesz mondjuk pénzügyi problémája, sőt a hibázásod következtében lesz az embernek betegsége is. Na most tehát elég fontos lenne, hogy az ember képes legyen odafigyelni a jelenre. De ha van egy problémád, vagy akár több is, ami ott motoszkál a fejedben,
akkor a figyelmedet az akár teljes egészében leköthetik. És ezáltal nem tudsz tanulni, és nem tudsz szellemileg fejlődni ahhoz, hogy képes legyél az élethelyzeteidet, minden élethelyzetet helyesen kezelni, problémáidat megelőzni, ha vannak problémák, akkor megoldani, célokat megvalósítani, hogy ezekre képes legyél, vagy akár képes legyél ezekben mások segítségére lenni. És az ember megszünteti a problémáit, mert van tudása, hogy akár megelőzze a problémáit, akkor képes az ember a fejlődésre. Akkor indul el egy lelki fejlődés, de a lelki fejlődés sem indulhat el tudás nélkül. Tehát nem elég, hogy valakinek vannak spirituális ismeretei, akár széles körű spirituális ismeretei. Mert a spirituális ismeretnek semmi köze ezekhez a területekhez. Semmi köze. Az, hogy te tudjál bánni önmagaddal, az nem spirituális ismeret. Hogy tudjál bánni a pároddal, az nem spirituális ismeret. Hogy a szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, a munkáddal, a pénzzel, a környezeteddel, a hatóságokkal tudjál bánni, nem spirituális ismeret. Ebből a 10-ből egy a spirituális ismeret. A 10. De ott van még 9 terület. És bizonyos emberek azt gondolják, hogy simán a spirituális ismerettel ő szellemileg képes fejlődni. Nincs lelki fejlődés szellemi fejlődés nélkül. De a szellemi fejlődés, ez a 10 terület ismerete. Oké? És abból csak egyet ismer az ember, a 10-et, akkor még az életének a többi területe jól fog működni. Dehogy fog. Tudjátok, azt látom, nem tudom ti mennyire látjátok az embereknél, hogy egyesek piszkosul el vannak szállva a spirituális ismereteiktől, közben az életük romokba hever. Érted? Na most én úgy jutottam a spirituális területre, hogy én előtte képes voltam arra, hogy az anyagi világ területén eredményeket érjek el. Érted? Ami azt jelenti, hogy ezeket mind sikerült megoldanom. Mind. Ezeken a területeken, hát melyiken talán nem volt problémám. Hát mondjuk a 4-essel nem volt probléma. Igen, a 4-essel. Nem most, régen. Tehát problémám volt 1-essel, 2-essel, 3-assal, 5-össel, 6-ossal, 7-essel, 8-assal, 9-essel, minden problémám volt. 9-essel is. Mindent megoldottam. Oké? Okay? És amikor a spirituális területen
területtel elkezdtem foglalkozni. Ezeken a területeken már sok minden megoldódott. És volt, amit párhuzamosan kellett megoldani, nem egy-két dolgot, de megoldottam. Na most azok az emberek, akik azt gondolják, hogy hú, milyen sokat tanultak a spiritualitásról, és közben az életük bizonyos területei, vagy akár az összes, nincs rendezve, az hogyan gondolják azt, hogy ők az emberek számára jó minták lesznek? Ugyanis csak úgy lehet bejutni az aranykorba, hogyha az ember ezekkel már rendezte a dolgait. Érted? Tehát én nem azt mondtam, hogy mindenben tökéletes vagy. Nem, nem ezt mondtam. De azt viszont mondom, hogy nem lehet olyan, hogy te kapsz egy problémát, elnyomásként éled meg a problémát, és utána fogod, és elnyomsz egy másik szemét. Mert már pedig most ezt csinálod. Ezt csinálod. Hogy kapsz egy problémát, ugyanis egy ember mindig egy problémát elnyomásként él meg. Tehát egy problémát, ha van tudásod, akkor azért nem éled meg elnyomásként, mert nem problémaként veszed azt a dolgot, hanem feladatként. És egy feladat az nem elnyomás. Egy probléma az elnyomás. Oké? És mikor te kapsz egy problémát, bármit az életedben, és azt nem tudod feladatként kezelni, mert nincs rá tudásod, akkor az bizony elnyomás. És az ember automatikusan úgy működik, hogyha nézd meg, ha problémád van, úgy lehúzod a környezetedben lévő embereket, hogy csak úgy fütyül. Az nem elnyomás véletlenül? Hát most csak gondolj arra, hogy az interneten látsz egy olyan dolgot, ami problémaként jelenik meg számodra. És utána első dolgot, hogy ezt megosztod, azt a problémát másokkal. Tehát elnyomásként éled meg te, és elnyomod azt a másik szemét is, akinek megmutatod. Vagy nem ezt csinálod? Dehogy nem ezt csinálod. Mikor küldök én nektek az internetről negatív híreket? Mikor keresek egy olyan hírt, ami negatív, és elküldöm nektek? Emlékeztek ilyenre? Na nem is, hát nem fogok egy elnyomást továbbítani. Világos? Egy negatív hír, amint te nem tudsz változtatni, az elnyomás. És te nézed az elnyomásokat, és utána küldöd tovább, hogy ne csak rád hasson elnyomólag, hanem másokra is. Szuper vagy! Hát most gondold végig, így működsz az aranykorban, meg csak az juthat be,
aki képes arra, hogy ne okozzon elnyomást. Érted? Na most, ha ezt valaki tudás nélkül meg tudja oldani, hogy ne okozzon elnyomást, akkor én megeszem a kalapomat. De durvábbat is tudnék mondani ebben kapcsolatban. Oké? Csak nem akartam. Mert tudom, hogy nem kerülne rá sor. Tudod? Tehát én, hát szerintem a Földön az, hogy az ember hogyan működik az emberek közül, nem azt mondom, hogy én vagyok a legjobb, de ahogy a legjobbak közben vagyok, az biztos. Oké? És akkor most ezt gondold végig, hogy 8 milliárd emberről beszélek. Oké? Tehát 8 milliárdról. Nem 80 emberről beszélek, hogy 80-ból én vagyok az egyik legjobb, hanem 8 milliárdból az egyik legjobb, aki legjobban ismeri az emberek működését. Oké? Ne, nem kell ezt elhinni. Az, hogy te hogy éled az életedet, az a te problémád, az nem az enyém. Tehát emberek azt gondolják, hogy ugye én beszélek erről rendszeresen, hogy be kell jutni az aranykorba. És emberek meg azt mondják, hogy ó, hát ez nekem rossz hír, hogy be kell jutni az aranykorba. Nem is akarom ezt hallani, hogy nekem be kell jutni az aranykorba. Ezáltal még azt is kitörlöm, hogy ilyen információkat kapjak, meg kikérem magamnak, hogy olyan információt kapjak, hogy be kell jutni az aranykorba. Tehát ez a, tudod, struc politika homokba dugja a fejét. Hát de most gondold végig. Melyik a jobb? Ha hülye tudatlanul éled az életedet, mert nem tudok mást mondani. Vagy tanulsz, fejlődsz. Érted? Melyik a jobb? Nem talán az utóbbi? Tehát nekem nehogy már gondolják ezt az emberek, nehogy nekem megmondja a szedlacsik, hogy én bejuthatok-e az aranykorba vagy sem. Nem én mondom meg, mert nem én választom ki, hanem a fentiek, hogy ki fog bejutni az aranykorba és ki nem. Én csak egy egyszerű szóvivő vagyok, semmi más. A fentiek szóvivője. Nem kell rám hallgatni. Tehát engem kiválasztottak erre, hogy a fentiek szóvivője legyek. És nem véletlenül választottak ki erre a fentiek. Nem fontos egy szóvivőre hallgatni. De emlékezz majd arra, amikor idő előtt meghalsz, mert kivonnak a fentiek a forgalomból, mert te nem fejlődtél. És nem váltál alkalmas rá az aranykorra. Sőt, megsértődnek emberek, hogyha ilyet hallanak tőlem, hogy mi az, hogy ő nem alkalmas az aranykorra. Hát nehogy már az egójának én megmerjem mondani, hogy ő nem alkalmas az aranykorra.
akkor ugye meg szeretném kérdezni ezektől a szuper okos emberektől, hogy személyesen az életedben hány embert szerveztél? Nem az interneten keresztül. Oké? Hány ember követ? Nem az interneten keresztül. Tehát az internet az egy online kapcsolat. Na most az internetes szervezés, azt tudod mit jelent? A tisztán internetes szervezés. Az azt jelenti, hogy 1000 embert megtalálsz, és 2 csatlakozik. Ezt úgy hívják, hogy annyi vásárol. 2. 1000-ből 2. Az azt jelenti, hogy 2000-elék. Például nálam ez az arány nem az internetesnek köszönhetően. 10-ből 1. Oké? Nem 1000-ből 2, tehát 500-ból 1, hanem 10-ből 1. Hát úgy baromi könnyű azt mondani, hogy ó, hát hány embert követ engem, a követés ugye lájkolt, vagy hány ember van a csoportodban. És mi a felelősség ott, hogy valaki benn van egy csoportban? Semmi. Nulla. Vagy valaki lájkolta az oldaladat. Mi a felelősség? Semmi. Nulla. Hány ember rendszeresen ugyanazok az emberek tanulnak nálad? Nem ingyen. Akkor úgy kérdezem. Ma Magyarországon nem ingyen, és ilyen típusú képzésekben, ami fejlesztő képzés, a PPA-nál tanulnak a legtöbben. Nem ingyen, hanem pénzért. Oké? Na most, a gondolatok kezdve csak úgy kérdezem. Akkor nem lehet, hogy valamit jól csinálunk? Vagy csak mindent te csinálsz jól? Tehát most gondold végig, te azt gondolod, hogy úgy, hogy az életed nincs rendben, ezek a területek nincsenek rendben, problémáid vannak, ezáltal, mivel ember vagy, az elnyomást továbbadod, bekerülhetsz az aranykorba. Hát te óriási tévedésbe jössz. Ez az alap az aranykorba kerülésbe, hogy az elnyomást nem adod tovább. Érted? Mert addig, míg nem lesz aranykor, elnyomás lesz. Világos ez? Tehát egyszerűen lesz addig elnyomás, amíg nem lesz aranykor. És minden ember úgy működik, ha elnyomják, akkor azt továbbadja. Oké? Ha nem szándékosan, akkor is. Így működünk, emberek. Így működünk. De ha megtanulja, hogy a problémáit megoldja, akkor a problémák azok feladatok. Érthető? És egy feladat az nem jelent romló hangulatot. Tehát kapsz egy problémát, hogy értsed, és az lehúzza a hangulatodat. Rossz hangulatban visz téged a probléma. És azért adod tovább
a rossz hangulatodnak az energiáját kommunikációs formában, mert egyszer nem tudsz gondolkodni abban a helyzetben, mert rossz hangulat van, szó szerint elmegy az eszed, szó szerint. Tehát nem kellene tanulni olyan dolgokat, hogy az életedben minden élethelyzetet helyesen oldjál meg. Azt gondolod, hogy csak spirituális dolgokat kell tanulni az életben? Hát az a baj, hogy ha csak spirituális tanítást kapnak az emberek, akkor a spirituális tudásokkal sokkal nagyobb kárt okoznak, mintha nem lenne spirituális tudásuk. Mondom, sokkal nagyobb kárt okoznak. Mert szellemileg nagyobb hatással tudnak lenni mindenre azáltal, hogy spirituális dolgokat tanultak. És ezáltal másoknak is nagyobb problémát tudnak okozni. És a mások benne vannak az ötösben, meg benne van a kettesben is, hármasban is, négyesben is, mert azok is mások. Tehát az embernek az kellene lenni az elsőnek a sorban, hogy bármi azt tud mondani, hogy jöhet, úgyis megoldom, érted? De most te nem így élsz, hanem attól félsz, hogy mi lesz akkor, ha, meg mi lesz akkor, ha, meg mi lesz akkor, ha, és nincsenek megoldásaid. Miért? Mert nincs tudásod. Tehát ha azt gondolod, hogy te tudás nélkül, ezeken a területeken lévő tudás nélkül bejutsz az aranykorba, akkor óriási tévedésben élsz. Óriási tévedésben. És akkor ugye kérdezném, hogy mondjuk itt a tizedikkel együtt, hol tanulhatod meg ezeket a dolgokat? Hol tanulhatod meg? A PPH-n kívül. Hol? A Nyílt Akadémián kívül. Hol? Hol? Ha bárhol tanítanák is, vagy tanítják is, milyen áron? Nálunk abszolút megfizethető áron. Mondjuk óránként 330 forint. Ami nem pénz. Nézd meg, hogy elmúlt két évben mennyit emelkedtek az árak. Mi még nem emeltünk egy forintot se. De te szeretsz halogatni. Ej, ráérünk még, mi vagy te, patópál? Nem érünk rá. Most gondold végig, legalább 9 évet kellene tanulni ahhoz, hogy ezeken a területeken jártasságod legyen. Érted? És még akkor is ott van, amit én sajnos látok, hogy mit tudom én, x idő tanulás esetén hát az emberek még mindig a egójukkal küzdenek, az egójukkal,
és az ego bizonyos fejlődést nem enged. Nem enged. Tehát nem enged, hogy tovább lépj. Érted? Ezt látom. És akkor az emberek küzdenek az egójukkal. Pedig, ha valakinek csapata van, az az egyetlen dolog, ami segítheti az egónak a csökkenését. Mert az emberek nem szeretik az egoistákat. Nem szeretik. És távolságot tartanak az egoistáktól. És ha az embernek csapata van, rákényszerül arra, hogy az egóját visszafogja. A kényszer pedig nagy úr, az egyik legnagyobb úr. És minél nagyobb valakinek a csapata, annál jobban kényszer érez arra, hogy visszafogja az egója. Vagy le se fütyülik az emberek, ha nem fogja vissza. És ugye mi az ego? Nagyon egyszerű. Az, hogy te vagy az első. Én. Ezt jelenti az ego. Én. Én vagyok a legfontosabb. Gondold végig, hogy elérték a nyugati társadalomban, hogy az én, az ego legyen a legfontosabb. És nézd meg, hogy ezáltal hova jutottunk. Hova? Az egész társadalom az visszafelé fejlődik minden szinten. Még gazdasági szinten is. Mondok másik példát. Japánban a háború után, sőt még előtte is, de egy jó darabig, egészen talán a 90-es évekig, az volt a fontos, hogy az embereknek nem az ego, nem az én volt a fontos, hanem a közösség. Tehát, hogy minél többet tegyen be a közösségbe. Tehát gyakorlatilag a közösség az fontosabb volt, mint a az én. És akkor ezt szépen elkezdték megváltoztatni. Tehát addig, míg a közösség volt a legfontosabb, addig a Japán az egyik legnagyobb fejlődést írta le. És szépen elkezdték ezt megváltoztatni, nyugati mintára természetesen, amerikai nyomásra. És hol van Japán ahhoz a fejlődéshez, amit produkált évtizedeken keresztül a múltban? Sehol. Kínában megmaradt a közösség. Ott még mindig nem az én. És nem csak Kínában, hanem még egy jó pár ázsiai országban is ugyanúgy megmaradt a közösség a legfontosabb. És fejlődnek is. Élükön ugye Kínába. Ott is amint átváltanak majd erre az énre. Átmegy szépen negatívba a fejlődés. Oké? Mint egész Európa.
az egész Európa oda jutott, hogy a gazdasági fejlődésünk, növekedésünk az mínuszos. Persze nem ezt kommunikálja a kormány. Hanem ennél sokkal pozitívabb dolgokat mond, de valótlanságot. Valótlanságot. Persze lehet mérni egy gazdasági növekedést, tehát hogy volt egy ilyen növekedésünk, érted? Lett egy ilyen visszaesés, persze lehet ehhez a visszaeséshez képest mérni az, hogy van növekedés. De hol van ehhez? Érted? Persze lehet azt hazudni, hogy jobbak a mutatók, mint 19-ben. Igen, 19-ben. Tehát 2019-ben. Lehet ezt hazudni. Meg lehet azt is hazudni, hogy hát most gondold végig, egy magasabb fejlettségi szinten nehezebb nagy fejlődést létrehozni. De egy jócskán visszaesett helyzetben persze, hogy lehet ahhoz képest, ahol voltunk, lent ott a békaseggén, ahhoz képest egy nagyobb fejlődést mutatni, érted? És ez csak játék a számokkal. Tehát itt tudom én, volt mondjuk egy 1,5%-os gazdasági növekedésünk, de folyamatosan, érted? Mondjuk itt Magyarországon. Tehát így ilyen 1-1,5%-os. De 1,5%-os minimum volt az elmúlt években. Visszaestünk, vagy 30%-ot, érted? Hát lehet, hogy most onnan lentről van 3%, érted? Ami tényleg magasabb, mint a 1,5% volt. De hol vagyunk ahhoz, ahol voltunk? Érted? Tehát ez olyan, mint mikor építesz házat, és megvan a háznak az alapja, és most már az a feladat, hogy rakjad a téklákat, érted? És ha fölraksz két sort, az az alaphoz képest mekkora növekedés, nem? De amikor már csak két sor hiányzik, mert egy csomó tégla már fönn van, akkor az a két sor gyakorlatilag ahhoz képest semmi. Érted? Tehát mi ott tartunk most egész Európa, hogy volt körülbelül egy 30%-os visszaesés. Ha azt mondják, hogy ennél kevesebb volt átlagosan, akkor azok hazudnak. Hát teljes üzletágok leálltak. És nem rövid időre. És azóta is bizonyos üzletágak nem tértek. Tehát nem tudtak fölállni még, mindig. Mondok példát, jó? Tehát én nem emlékszek ilyenre a 80-as évek, nem, a 70-es évek óta. Tehát a 70-es évek óta nem emlékszem ilyenre. Bementem szombaton az egyik ismert üzletláncnak a ilyen közepes áruházába. Ez élelmiszer. Elsősorban meg vegyi akármi, stb. Tehát ugye milyen üzletláncról beszélek? Hát ugye üzletláncok ilyen típusúak, a Tesco, a CBA, a Spar, stb. Stb. A Lidl, stb. És bementem az egyikbe, és akartam venni cipőboxot. És az ugye hol van? Hát a vegyszerek meg ilyenek környékén. Sehol egy cipőbox, semmilyen, semmilyen szín. A polcok tök üresek. Hosszú métereken keresztül a polcok tök üresek, érted?
amikor a 70-es években láttam ilyet utoljára, vagy talán a 60-as években. Mit tudom én, ott, ahol a vegyszerek voltak, tök üresek. Ott, ahol a zsebkendők, ilyesmi, tök üresek. Érted? Semmi. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy-egy termék oda volt rakva. De nem minden termék, mert a termékek nagy része nem volt. Tehát pont amiket akartam venni, nem voltak. Érted? Ez most szombaton volt. Ezt úgy hívják, hogy áruhiány. Érted? Elindult. Jó? És akkor még aznap beszélünk egy rokonunkkal, és ő akart venni bizonyos termékeket, ugyanúgy ilyen üzletláncba, kettőbe is ment, és nem tudott venni. Ahol eddig simán vásárolt, érted? Olyan típusú terméket, amit akart venni. És nem volt. Tehát ő konkrétan mondjuk laktózmentes tejet akart venni, mert olyan vendég jött. És nem kapott laktózmentes tejet, érted? És eddig még olyan nem volt, hogy ne lett volna ilyen. Tehát ez az a szuper gazdasági növekedés, hogy elkezdődött az üres polcok. Nem, hogy már azt mondja nekem erre valaki, hogy ez gazdasági növekedés, hogy a polcok elkezdtek üresek lenni. Nem az élelmiszerpolcokat mondom, hanem az olyan termékeket, amit távolabbról hoznak, érted? Nem értek ide. Nem értek ide. Tehát ezt most miért mondom? Hát mert olyan világ van, elindult egy olyan világ, ahol nem kevesebb problémád lesz, hanem több. Nem kevésbé fognak lehúzni a dolgok, hanem jobban le fognak húzni. És onnantól kezdve gondold végig, hogy nem szükséges az, hogy az ember tudjon. Tehát te úgy akarsz bekerülni az aranykorba 2035-re legkésőbb, hogy végig addig problémákkal küzdesz. Hát ha ezt hiszed, hogy ez így bekerülhetsz, akkor te elmebeteg vagy. Nem tudok mást mondani. Tehát attól, hogy mit tudom én, fogod, és én ezt a szedlacsikot nem hallgatom. Ne hallgass, de nem fogsz bekerülni az aranykorba. Ennyi. Oké? És nem azért mondom még egyszer, mert én mondom, hanem azért, mert nem engedik be azokat az embereket, akik elnyomóskodnak. Márpedig, ha neked problémáid vannak, te elnyomós, kocs, kész, pont. Oké? Gondold végig, milyen rendszerességgel idegesített föl magad, vagy válsz mondjuk, milyen fásultá. Mert lehet, hogy nem idegesített föl magad, csak éppen belefásulsz a problémába. Ami azt jelenti, hogy nézel kifelé a fejeden, mintha nem is látnál semmit. Ami azt jelenti, hogy vannak problémáid. Vannak. És nem az lenne jó, hogyha képes lennél megoldani a problémáidat? Persze, tanulod majd ezt a 10. területet is. Tanuljuk folyamatosan. És azt is, hogy hogyan legyen a javadra ez a 10. terület. Azt is tanuljuk.
De mit mond a jó Isten? Segíts magadon, és akkor megsegítelek. Nem? De az emberek nem ezt csinálják, hanem várják, hogy majd a jó Isten megsegíti őket. Mire föl? Jelen állásban, ha azt mondanánk, hogy na most kijuthat be az aranykorba itt a bolygón, akkor hát nem lenne 10 000 ember. 10 000, oké? Az egész bolygón, mondom, nem lenne annyi. Hát nem lenne annyi az egész bolygón. És az a helyzet, hogyha körülnézel, az emberek nem, mintha az elmúlt 2 évben nem okosodtak volna, hanem mintha elhülyültek volna, nem? Tehát mintha több lenne már a hülye, mint 2 évvel ezelőtt. Tehát a mintha ilyen óriási tempóval szaporodtak volna az elhűültek az elmúlt 2 évben, nem? És akkor beszélnek olyanról, hogy mi lesz 8 év múlva az interneten, beszél, mit tudom én, olyan ember, akinek a szavára adnak, hogy mi lesz 8 év múlva, én meg kiröhögtem, érted, hogy arról beszél, hogy mi lesz 8 év múlva. Hát szó szerint. Miért? Mert ő aztán biztos, hogy nem tudja, mi lesz 8 év múlva, sőt, azok sem, akik mondták neki, hogy mi lesz 8 év múlva, azok se tudják. Tehát eleve ott kezdődik, hogy ma a világban, akik hatalmon vannak, meg lehet nézni őket. Egy sem jó állapotú. Egy sem. Tehát egy sem. Most onnantól kezdve gondold végig, hogy nem jó állapotú, problémáik vannak a hatalmon, szinte megoldhatatlan problémáik vannak ott a hatalmon, folyamatosan vannak problémáik, ami azt jelenti, hogy nem is tudnak jó állapotúak lenni. És egy rossz állapotú ember, aki hatalmon van, azt bizonyos nagyon-nagyon negatív entitások képesek arra, hogy teljes egészében a tudatuk felett átvegyék az irányítást, és ne úgy működjenek, ahogy ők akarnak, hanem úgy, ahogy ezek a negatív entitások akarják. És mivel rossz állapotban vannak, fogalmuk nincs. Sőt, ilyen esetben még azt is megcsinálják ezek a negatív entitások, mivel ezt is meg tudják csinálni, mert ugye a hatalma lévők nem olyan sokan vannak, nem az az emberiség nagy része, aki hatalmon van, azt is megcsinálják, hogy rájuk szabadítanak olyan entitásokat, amit úgy hívnak, hogy démon. Érted? Tehát a démon nem rendelkezik önálló gondolatokkal. Az nem egy lélek. A démon az egy szellemi entitás,
amit ami úgy működik, mint egy robot, parancsot teljesít. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy létrehozták szellemi úton. Tehát szellemi úton létrehoznak egy, mondhatjuk azt, hogy egy mű szellemet. Tehát egy robot szellemet. Gondold végig, akkor milyen fejlettséggel képesek? Az emberek is meg tudják ezt csinálni, de általában sok ember tudja ezt megcsinálni. Egyszerre. Tehát létrehoznak egy robot szellemet, ez a démon. Beprogramozzák, hogy mit csináljon, közben természetesen utasítást is tudnak neki adni, ha szükséges, és gyakorlatilag ráküldik az adott hatalmon lévő személyre. És az a démon átveszi az irányítást az illető felett. Az illető nem tudja ezt. Csak ha valakinek van olyan képessége a környezetében, aki netántán azt mondaná neki, hogy te hatalmon lévő személy, talán le kéne venni rólad a démont, mert van rajtad. Szóval lényeg az, hogy ezért van az, hogy amikor még nem voltak hatalmon ezek az emberek, látszólag tök normálisan működtek, és még látszólag etikusan is működtek. És ezért meg is mertek ígérni dolgokat az embereknek. De már nem önmaguk, önmaguk felett az irányítók, hanem egy démon, egy beleköltözött démon irányítja őt, amely pontos program, illetve útmutatások alapján működik. És nyilvánvaló, hogy egy ilyen programozott démon, ez természetesen úgy van megcsinálva, hogy a környezetben azért ne nagyon tűnjön föl, hogy démoni irányítás alatt áll. Tehát magyarul, ugye ha klasszikus démoni működést néztek, akkor azt látjátok, hogy az illető ilyen dükitöréseket, meg mindenféle izét produkál, ilyen, mint a kettő személyisége lenne, és ugye jön egy pap, és akkor leveszi róla a démont, ilyen, ha még tud ördögöt űzni. De az nem egy programozott ilyen démon volt, hanem az egy elszabadult robot. Érted? Elszabadult démon. Tehát egy programozott démon, aki speciálisan adott személyre van programozva, az nem produkál ilyeneket, csak olyanokat, amit neki csinálnia kell. Tehát magyarul olyan dolgokat, amivel nem hívja föl magára a figyelmet. Világos ez. És az emberek azt hiszik, hogy az illető megváltozott. Ami valóban igaz, megváltozott, csak nem önszántából. Oké? És az összes hatalmon lévő esetében, vagy csak nem az összes, de csak nem az összes hatalmon lévő esetében erről beszélhetünk. Oké? Ami a legtöbb esetben egy démont úgy lehet leszedni, hogy ott van az a személy, és egyszerűen kiráncigálja a démont abból az emberből. Szó szerint. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy az általában táv megoldással nem működik.
mert nagyon arra van programozva az a démon, hogy minden áron ragaszkodjon az ott létéhez. Szóval a lényeg az, hogy érdekes világot élünk, ne csodálkozz, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy szeretnéd, vagy ahogy régen működtek, amikor jobban működtek. De hát amikorra kell, addigra úgyis megoldódnak a dolgok, de hiába oldódnak meg a dolgok, ha az emberek nem hajlandók fejlődni, mert azt gondolják, mert a média ezt nyomja, hogy mi lesz 5 év múlva, meg 20 év múlva, meg 50 év múlva, abszolút nem úgy lesz. Tehát amikor ilyenekről hallok, hogy mi lesz majd évtizedek múlva, vagy 8 év múlva, vagy 20 év múlva, érted? Hát jókat nevetek rajta. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nézz utána annak, hogy pontosan mennyiért tudsz itt tanulni, egyébként 9800 forint havonta, nézz utána annak, hogy mennyi az első havi tandíjunk, egyébként 19700 forint, nézz utána annak, hogy mennyi időt tanulhatsz itt, ugye 30 óra, nézz utána annak, hogy milyen napokon vannak az élőadások, szerdán és vasárnap este, illetve vasárnap délutántól, és annak is utána tudsz nézni, hogy hol tudod elutalni a tandíjat. Jó? Tehát a képzések főmenüben ott vannak. De ha nem tudnád igénybe venni mondjuk élőben a képzéseket, semmi gond, mert felvételről is igénybe tudod venni. Illetve le is tudod tölteni a képzéseket, ha szükséges, úgy látod. Köszönöm szépen a figyelmeteket, 25 perc szünetet követően személyiségfejlesztő coachképzésünk van, amivel segítesz magadon, hogy tudjál bánni önmagaddal, tudjál bánni a pároddal, szüleiddel, gyerekeiddel és másokkal. Okay? Tehát ezen a 4 területen fejlődhetsz, hogyha ezen a képzésen részt veszel, amit most tartunk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen!